Csütörtökön reggel a Kaposvári Városházán kezdte programját Schmidt Pál. A köztársasági elnök találkozott a megye és a város vezetőivel, majd fotózkodott az elnöki díszoklevélben és éremben részesült Somogyországért sokat tevő polgárokkal. Amikor arról beszélünk, hogy erős Magyarországot szeretnénk, én ezt úgy fordítom le, hogy erős Magyarország akkor lehet, hogyha a magyar állampolgár erős és magát felkészültnek tartja, versenyképesnek tartja arra, hogy dolgozzon is, családját eltartsa, erős családokról, erős önkormányzatokról, erős megyékről beszélhetünk. Így áll össze az erős Magyarország. Az ünnepi közgyűlésen Szita Károly Kaposvár érdemei mellett a megyeszékhely terveit is vázolta a köztársasági elnöknek. Nem kisebb a célunk, tisztelt elnök úr, mint hogy az évtized végére Kaposvár az Európai Unió átlagos foglalkoztatási szintjén érje el. És célunk elérésében nélkülözhetetlen a versenyképes oktatás és képzés. Tudjuk ezt, jó iskoláink vannak, így megfelelő alapon indulnak. A lokálpatriotizmus szólt Gelencsi Attilából is. A megyei közgyűlés elnöke beszédében kiemelte, nap mint nap találkozik a somogyiakkal, akik akarták a változást, amely tavaly bekövetkezett az ország életében. A somogyiaknak rettenetesen elegük volt, a kudarcokról, rettenetesen elegük volt, a kilátástalanságból, rettenetesen elegük volt, a reményvesztettségből. A somogyiak kimondták a változás igényét, most hatalmas bennük a várakozás, bíznak a kormány gazdaság politikájában és a Start programban, hiszen az emberek többsége valóban dolgozni szeretne, tette hozzá a közgyűlési elnök, aki a megye találékony és sokszínű gazdaságára utalva somogyi mézzel ajándékozta meg Schmidt Pált. Van egy mondás, a kormány megbízott, a kormány kinyújtott karja. Ez is igaz, de az is, amit itt a somogyi emberek fogalmaznak meg, hogy a kormánynak van embere Somogyban, Somogynak van embere a kormányban. Ez valamint az átlátható, olcsóbb és nem utolsó sorban ügyfélbarát közigazgatás a kormány célja. Ezt igyekeznek megvalósítani helyben a kormányhivatalok, ismertette a megyében eddig elvégzett munkát Juhász Tibor. Az MSZP-s Lampert Mónika egy nyugdíjas leveléből idézett, aki nyugdíját félti és kéri, hogy a kisemberek dolgaival is hatványozottabban törődjenek a döntéshozók. Kövér István a Somogyért nevében kiemelte, erős vidék nélkül nem létezik erős Magyarország. Kis Tamás a Jobbik képviseletében a magyarság aggodalmának adott hangot. Felder Frigyes az LMP nevében a Demokrácia Nemzetközi Napján ennek fontosságáról beszélt, míg zárásként Balázs Árpád siófoki fideszes polgármester Somogy ezen belül a Balaton parti város értékeit sorakoztatta fel. Értékek a munkákban is jelentkeznek. Schmidt Pál díszoklevél és éremátadásával köszönte meg a somogyi emberek munkáját. Iskolaigazgató, pék, iskolaorvos, főosztályvezető, étteremtulajdonos, katolikus pap és könyvtáros is köztársasági elismerésben részesült. A Munkácsi Mihály gimnáziumban a szavak mellett bemutatóval is bebizonyították a diákok, milyen sokszínűek. Azonban azt nem felejthetik, hogy mindig többre kell törekedniük, s nem dőlhetnek hátra elégedetten, tanácsolta a rendhagyó osztályfőnöki órán a fiataloknak Schmidt Pál, aki gyermekkori emlékeit is felidézte az iskola diákjainak. Nyelveket tanult, sokat olvasott, zongorázott. Ezt a képzettségét a szülei is elvárták tőle, mesélte. Próbáltam magam sportból is képezni. Lehet, hogy nem volt nagyon fényes gyerekkorom, de ma már tudom, hogy nekem nem panaszkodhat egyetlen egy gyerekem se, és egyetlen unokám se, hogy jaj, ez egy kicsit sok lesz, mert még mindig csak a fele, amit én annak idején, hogy így mondjam, kibírtam. Nem, hogy kibírtam, hanem ma már hálás vagyok a szüleimnek. A tanulásra a sokrétű hasznos elfoglaltságra ösztönözte Schmidt Pál a diákokat is, akik közül néhányan beszélgethettek is a köztársasági elnökkel, aki sportra, nyelvtanulásra egyaránt kíváncsi volt. És a spanyolt miért kezdted el? Igazából Barcelonának szurkolok, és a szüleim azt mondták, hogy kell választanom egy második nyelvet, szuper. És akkor így választottam, a spanyolt meg nagyon tetszik. Uh-huh. És akkor mi lesz, ha... Hányadikos vagy, mit mondtál? 9. 9, hát akkor mi arra van ez az Nem csak a köztársasági elnök fogta faggatóra a fiatalokat, ők is kértek valamit. Schmidt Pált muzsikálásra ösztönözte a Munkácsi gimnázium diáksága.
Itt a Munkácsi Gimnáziumban értékelte az eddigi országjárást a köztársasági elnök. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több magyar emberrel találkozzon. Halljam az örömöket, halljam a gondokat. Nem a Sándor palotából kívánok tájékozódni, ahol az irodám van. A kötetlenebb iskolai programot gyárlátogatás követte. A köztársasági elnök a Lakics Gépgyártó Kft.-ben tájékozódott, majd Petesmalom, Nagyatád, Csurgó és Balatonlele következett Somogyot járó programjában, amelyről holnap a Somogy Televízió is beszámol.